Pályázott és nyert, így lett Tamási polgárőrváros. A település önkormányzata adta be a tendert, mely pozitív eredményt hozott. Az elismerést augusztus 14-én a Mórahalmon megrendezett országos polgárőrnapon vehette át Porga Ferenc polgármester és a Tamási Polgárőr Egyesület elnöke Péter Csaba. Nagyon büszkék vagyunk rá, és nagyon fontos nekünk, és az, hogy Tamási egy nyugodt, biztonságos város, egy biztonságos hely, ez a rendőrkapitányság munkája mellett nagyban köszönhető a polgárőreinknek, akikre mindig lehet számítani a Covid idején, békeidőszakban, rendezvények biztosításánál, vagy a közbiztonság megőrzésénél, a járőszolgálatok segítésével. Tehát én azt gondolom, hogy ez az elismerés elsősorban a Tamási Polgárőr Egyesület munkájának szól, és talán egy kicsit annak, hogy az elmúlt években azt mondom, különösen jó kapcsolata van a város vezetésnek, az önkormányzatnak a polgárőrséggel. Én azt gondolom, mivel tudjuk, segítjük az ő munkájukat készpénzzel, infrastruktúrával és minden, amire szükségük van. Nem szabad elfelejteni azt, hogy a polgárőr tevékenység egy önkéntes feladat, tehát a polgárőrök saját családjuktól, szabad idejüktől, hobbijuktól veszik el az idejüket annak érdekében, hogy a közfeladatot és a közbiztonságot szolgálják. És ezt Tamásiban most már jó néhány éve vagy évtizede mintaszerűen működik. A polgárőrség elődje a lakótelepi őrség 1991-ben alakult meg Tamásiban, ebből lett aztán 97-ben a Polgárőr Egyesület. Péter Csaba 2012 óta vezeti a szervezetet, azt mondja, nagyon örül, hogy az ő vezetése alatt értékel ezt az eredményt. Elsősorban itt ez tükrözi azt, hogy mennyire jó az együttműködés magával az önkormányzattal, az együttműködő partnerként, ugye társszervezetként, a rendőrséggel, illetve hát azért ahhoz, hogy egy polgárőrség jól működjön, az mindenféleképpen az első körben kell egy elhivatottság, ugye a tagok részéről, és ami ez felett még mondhatom azt, hogy plusz az anyagi háttér, egy biztos anyagi háttér, amit az önkormányzat gyakorlatilag egy részét biztosítja mindenképpen, ugye. A másik részét, ugye, amit az OPS biztosít számunkra a működési támogatásban, a többit pedig hát a helyi vállalkozók, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a vállalkozók is egy olyan bizalommal legyenek a polgárőrség iránt, vagy egyesetek iránt, akár a tagok iránt, hogy ezeket a támogatásokat jutatni tudják. Országos szinten is jó a társadalmi megítélése a polgárőrségnek, mert az elmúlt 30 évben azért bizonyítottak az elődeink. Ha esik, ha fúj, ha bármi, ami kint vagyunk. Ez a feladatvállalás, ez egy összetett dolog. Én mondom, hogy itt mondom, kell egy kicsit ilyen kis elhivatottság. Sokan mondják, hogy ez a hobbitok. Nem hobbi, bár mondjuk annak, hogy hobbi legyen úgy, hanem inkább egy kicsit elhivatottság kell hozzá, ahhoz, hogy először is ott kezdődik, hogy mindenki a saját lakókörnyezetét szeretné biztonságossá tenni. Ugyanúgy a polgárőrök is, ugyanúgy a város többi lakója is, és csak a polgárőrök egy lépéssel előrébb léptek, szerveződtek, önszerveződtek, és egy gyakorlatilag tevékenységet folytatnak, amivel nem csak a saját családjukat, hanem az egész lakóközösséget tudják biztosítani, annak biztonságot biztosítani. Jelen pillanatban 17 tagja van az Egyesületnek, melyből 2 ifjú polgárőr. Hát elsősorban a közterületi szolgálatokat látjuk el, illetve külterületi szolgálatokat, ami annyit jelenti, hogy a belterületi szolgálatunk az ugye a város lében, az nem kevés a maga a város területe is sem, ez ilyen 60-80 km-es egy-egy szolgálat alkalmával, amit gépkocsival, nagy részben gépkocsival teszünk meg, a külterületi szolgálatok pedig olyan 80-150 kilométerig terjednek, tehát attól függ most, hogy ezért megvannak a bizonyos útvonalak, ahol ezt kötelező, mondjuk úgy kötelező lejárni, és az felett ugye mindenkinek ilyen kicsit ilyen improvizációval, hogy merre megy esetleg, hogy olyat lát, olyat hall, akkor arra vonulunk. Amit még végzünk a rendezvények, való részvétel, pontosan nem is egészen mondtam azt, hogy biztosítás, inkább csak a rendezvényeken a részvétel, egy jelenlét. Ezzel kapcsolatban a forgalmi irányítás, parkoltatás és hát a mindennapi szolgálati ellátásoknak az alapfeladatai. Alapszolgálatok, az megvan minden. Persze mindig van az embernek egy kicsit nagyobb igénye, mindig szeretne többet. Szépen fokozatosan majd próbálgatjuk ezeket mind beszerezni, illetve megszerezni azokat az eszközöket, azokat a felszereléseket, amivel egy kicsit mobilabbá is, talán is korszerűbb is tehetjük a szolgálati ellátást. És azt gondolom, hogy van ennél feljebb, van itt még olyan lépcsőfokon, amit még nem léptünk meg, de ez egy olyan
olyan tendencia, amivel mindig látszódik az, hogy fejlődik a város, fejlődik a polgárőrség, jó az összhang a várossal, vezetőséggel, az intézményvezetőkkel, bárkivel, és szépen működünk, tehát mindig szépen működünk. Bár sokan mondják, hogy nem látható, nem vagyunk láthatóak mindig, egyik célunk ez is, tehát ne legyünk mindig láthatóak, mi tesszük a dolgunkat.